következő ige hirdetésem alapigéje a Jelenések könyvéből, a 21. részből, a 3. és 4. versből így szól mindannyiunkhoz. Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Emlékező szeretett testvéreim, itt a református nagy templomban, és a Karcag televízió előtt ülő kedves testvérek, a mindszentek és a halottak napja körül kitölti a gondolati világunkat, és rátelepedik a lelkünkre is a múlt. Ilyen szavakat ismételgetünk nagyon sokszor ezekben a napokban. Volt, nincs, hiányzik, régebben. Az elválás fájdalma ilyenkor újra elevenen hasít belénk. Visszaemlékezünk arra a percre, amikor végérvényessé lett a halál diadalma, a hitves, a szülő, a gyermek, a testvér felett. Megtelünk újra emlékekkel, hangokkal, képekkel, de megtelünk újra ezekben a napokban még jobban a fájdalommal is. Emlékszünk arra a pillanatra, amikor Vész Jóslón megcsörrent a telefon. És hallottuk, de valahonnan nagyon távolról a hírt, nincs már az élők között. Ezért ilyenkor a múltunk az ellenségünké válik. Ahogy egy költemény is vallja, fáj a lét, a létezés, a lefekvés és az ébredés, fáj a múlt és fáj a jelen, mindez azért, mert nem vagy velem. Az ember azonban, szeretett testvéreim, nem élhet csak a múltban. Mert ha Adival együtt szólva minden nap gyászolunk, akkor megtagadjuk az életet. Örök sötétségnek mondjuk a napfényes perceinket is. Ha kilátástalanságban élünk és nem tudunk elszakadni a temető, a sír látványától, akkor már mi sem élünk igazán. Ahogy a Bibliánk mondja, csak árnyék lét az életünk. Vagy ahogy egy híres angol költő fogalmaz, eljönnek a borús napok, eljön a gyász novembere, mikor egyszerre kihűlt az ember szíve és otthona, bizony félelmesen ki tud hűlni a szellem tiszta, vigasztaló fénye híján. Ezért van szükség valami biztatásra is. A legnagyobb biztatás, a legtökéletesebb vigaszunk a Biblia szent lelkes tanításában van. Különösen is a felolvasott igénkben.